Üdvözlök mindenkit, Birta Ánkos vagyok, az Attractor ZRT műszaki igazgatója, és applikáció fejlesztés a vállalati Android piacán témakörbe fogok pár gondolatot mondani. Amit az Attractor ZRT-ről tudni kell, 2010 óta vagyunk az androidos alkalmazás fejlesztés piacán, tehát tulajdonképpen az ősidőkben kezdtünk ezzel foglalkozni, azóta több technológia is meghonosodott a cégben, észleltük azt, hogy vannak más piaci szereplők, iOS, Windows Phone-nal foglalkoztunk, illetve mobil technológiák mellett webes technológiákat is alkalmazunk a cégben. Több mint 120 sikeres projekten vagyunk túl. Alapvetően győri székhelyen rendelkezünk, Pesten is van egy kis irodánk, és sok nemzetközi partnerrel dolgozunk együtt, ezek közül kiemelkedő a nemzetközi nagyvállalatoknak a száma, így a vállalati szférában is rendelkezünk kellő tapasztalattal. Pár referenciát felírtam, az SAP számára például mi fejlesztettünk jó pár hivatalos olyan alkalmazást, amit vállalati környezetben használnak, ugyanígy Audi, E.ON, Telenor, illetve egy kanadai telekommunikációs céggel is dolgoztunk együtt. Ezeken a tapasztalatokon alapulva szeretnék pár dolgot ismertetni. Mindenekelőtt szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki saját maga is csinált Android fejlesztést, vagy részt vett a résztvevők közül? Jó, pár kezet látok a magasban. A többieknek sem kell aggódni, nem egy Android fejlesztői kurzussal készültem. Pár rövid bullet point-tal szeretném elhelyezni ezt az Android fejlesztési világot egy kicsit. Ugye maga az Android rendszer, ez egy Linux alapokra épül, és maga a fejlesztési ekoszisztéma az nagyon kiforrott, nagyon kényelmes fejlesztői eszközök állnak a fejlesztőknek a rendelkezésére, igencsak el vannak kényeztetve. A fejlesztés az Java nyelven folyik, alacsony szinten C és C++ nyelvekben van lehetőség a fejlesztésre, és érkezik a Kotlin is az Androidra, ez most már hivatalosan is támogatott. A rendszernek a jellemzője ez a nyitott rendszer szemlélet. Korábban volt egy olyan slide, amin pont az szerepelt, hogy zárt, mondjuk így security szempontból, egyéb koncepcionális szempontokból mondanám a nyitott szemléletet. Rengeteg minden lehetőség van, amit a fejlesztők vagy a felhasználók élhetnek vele, illetve dönthetnek róla, hogy akarják-e használni vagy sem. Kiváló a fejlesztői támogatás, rendkívül jó tutoriálok vannak, nagyon könnyű elkezdeni, belemélyedni az Android fejlesztésnek a világába, és tehát nagyon népes a fejlesztői közösség, rendkívül sok az a tudásanyag, ami felhalmozódott, könnyű a kérdésekre válaszokat találni, és amiről már korábban is volt szó, hogy a frissítések azok folyamatosan érkeznek a rendszerre, tehát a security patch-ek utánpótlása az megoldott. Sokszor felmerül a kérdés, hogy melyik a jó megközelítés, hogyha natív fejlesztést alkalmazunk, vagy valamiféle cross-platform. Ugye a natív fejlesztésnél alapvetően Java nyelven fejlesztünk egyenlőre, és nagyon sok XML leírófájt használunk. Android Studio-ban zajlik a fejlesztés, ahol azokhoz általános, de az enterprise környezetekben általában elvárt dolgok rendkívül jól vannak támogatva, mint a build automatizálás, statikus kódellenőrzés, ugye, amivel a minőségi kritériumokat tudjuk validálni, a verziózás, életciklus management és a continuous integration. A mi tapasztalatunk az, hogy amennyiben a teljesítmény és a biztonság azok kiemelkedő szempontok, úgy a natív megközelítés az, ami jobban bevált. Natív platformon van a leginkább lehetőségünk arra, hogy ezekre a szempontokra ráhatásunk legyen. Emellett a cross-platform fejlesztési eszközök is vannak piacon,
két részre bontottam, az egyik a web alapú technológiák, ahol a megjelenítésnél is ezek alapján, ezekkel a webes technológiákkal történik. Itt a PhoneGap-et, meg a Cordovát, illetve a feltörekvőben lévő React Native-et említhetném, illetve a közös kódbázison natív alkalmazások, Xamarin, az, ahol C-Sharp-ban tudunk programozni, és ott tulajdonképpen minden platformon meg tudunk jelenni. Nálunk ezeket a cross-platform technológiákat, ezeket többnyire prototípizálásra használjuk, ahol gyorsan kell valamiféle olyan eredményt felmutatni, amit aztán meg lehet tesztelni, viszont olyan szempontok, mint a teljesítmény, illetve a biztonság ott másodlagosak. Sokszor keresnek meg minket nagy vállalatok is, hogy lehet ezzel költséghatékonyságot nyerni a közös kódbázison. Ez egy nagyon, nagyon kecsegtető ígéret, és érdemes is ezzel foglalkozni. A mi tapasztalatunk az, hogy amikor elérjük a rendszernek a határait, amikor olyan platform-specifikus funkciók megvalósítására van szükség, ami részben van támogatva, vagy olyan speciális igény, akkor sokszor ezekkel a cross-platform eszközökkel több idő megy bele ezeknek a kicsiszolásába, illetve leimplementálásába, mint hogyha ezt a natív környezetbe kezdtük volna. Mindemellett, hogyha egy vállalat ragaszkodik, mert mondjuk náluk egy vállalati előírás, hogy egy ilyen rendszert használjunk, akkor vannak olyan EMM rendszerek, amikben létezik támogatás a cross-platform eszközökhöz is. Amit szakmai fórumokon, amivel én találkozom, egy elfogadott álláspont, hogy egy ilyen hibrid megközelítés az, ami talán itt a legszerencsésebb. A UI réteget azt érdemes natív módon, natív kódban fejleszteni mindegyik platformra, és ahol ki lehet használni ezt a közös kódbázist, és kevesebb veszélye van ennek, az az üzleti logika. Jó, volt itt szó korábban a biztonsági kihívásokról, pár szempontot én is hoztam ezzel kapcsolatban. Talán a legérdekesebb koncepció, ez a Bring Your Own Device koncepció, ami megjelenik, ezt mi is tapasztaljuk saját munkavállalóinknál, készülékekkel felvértezve, okos órával érkeznek, és azokat az eszközöket szeretnék használni, azokat szokták meg, azon szeretnék a vállalati adatokat is menedzselni, és a produktivitásban az egy hatalmas előny lehet, hogyha ezt a lehetőséget megadjuk számukra, ugyanakkor a biztonsági oldalon azért jó pár dolgot meg kell oldani ezzel kapcsolatban. Ugye ami itt még kihívás a kis eszközöknél, hogy kisebbek ezek az eszközök, könnyebb azokat elhagyni, vagy eltulajdonítani, és ilyenkor erősen kérdéses, hogy ki tud hozzáférni esetleg illetéktelenül az adatokhoz. Ezek az eszközök folyamatosan kapcsolatban vannak, ugye benn van a zsebünkbe, esetleg rajta vannak a vállalati adatok, míg végigmegyünk villamossal a körúton, ki tudja, hogy milyen hálózatokra kapcsolódik fel esetleg, mert olyan a beállításunk. Illetve lehetnek nem megbízható alkalmazások is a rendszerben, ez nyilván azért már a PC-s világban is könnyebben előfordul, itt ugye az adatszivárgásnak a veszélyére kell odafigyelni. Hogyha valaki rootolt eszközzel rendelkezik, akkor ott lehetnek még bonyodalmak, illetve ezeken az eszközökön nagyon jó lehetőségek, könnyű lehetőségek van arra, hogy az információt megosszunk, rányomjunk a share gombra, és már is több alkalmazás is jelentkezik arra, hogy ezt az információt átvegye. Ez vállalati szempontból jelenthet kihívásokat. Viszont szerencsére, ahogy már korábban is láthattuk, erre az Android platform, illetve a Google szolgáltatások rendkívül jó válaszokat tudnak adni, legfőképpen a Lollipopnak a megjelenése óta. Adatbiztonság területén megjelent az elkülönített munkaprofil, menedzselhetjük a biztonsági kritériumokat, akár alkalmazásonként is állíthatunk be VPN kapcsolatokat, szabályozhatjuk a titkosítást. Volt már szó ugye a felügyelt Google Play áruházon keresztüli telepítésre,
létrehozhatunk egy saját vállalati Google Play-t, ahol tudjuk disztribútálni a vállalati alkalmazásokat, tudjuk tiltani az ismeretlen forrásból származó telepítéseket, tudjuk ellenőrizni és felügyelni az alkalmazás beállításokat akár távolról is, egy tanúsítási szolgáltatás is rendelkezésünkre áll, illetve a sandboxing, ami már korábban is szerepelt, egy nagyon fontos része a rendszernek, hogy izoláltan tudjuk kezelni mind az alkalmazásokat, mind pedig a munkahelyi profilt. Illetve az eszközbiztonság terén volt már szintén szó az ellenőrzött rendszerindításról, zárolási irányelvekről, illetve lehetőség van a távoli adattörlésre is. Fejlesztői szemmel mit jelentenek számunkra ezek az operációs rendszerben jelenlévő lehetőségek? Alapvetően két use case-t tudunk megkülönböztetni. Az egyik, és igazándiból a legtöbb új API-t, azt itt lehet kihasználni az Android Device Manager alkalmazásokban, ugye, amelyek lehetővé teszik, hogy a rendszerben ilyen beállításokkal, eszközökkel éljünk. Ez tulajdonképpen az EMM megoldás szállítók számára biztosít sok lehetőséget. Az alkalmazás fejlesztők is természetesen az ő életüket is befolyásolják ezek a dolgok, azonban nekik csak pár aspektussal kell foglalkozni. A másik irány. Mik ezek az aspektusok? Ugye az egyik és a legfontosabb ez a sandboxing, tehát hogy nem csak az alkalmazások, hanem akár a vállalati profil is, mint egy külön izolált entitás a rendszerben, ez még fájl szinten is érvényes, tehát fejlesztőként oda kell figyelni ahhoz, hogy itt külön elérések vannak, és az egyik konténerből tulajdonképpen nem fogunk tudni feltétlenül átnyúlni a másikba. Illetve erről is volt szó a korábbi előadásban, speciális jogosultsági szintek kerültek bevezetésre. Amire legfőképpen kell figyelni fejlesztői szempontból, hogy minden esetben ellenőrizni kell, defenzív programozást kell alkalmazni, és meg kell nézni, hogy az adott erőforrások, az adott funkciók, azok elérhetők-e, hiszen egy munkahelyi profilban véletlenül sokkal szigorúbb szabályozással fogunk találkozni, tehát az olyan amúgy privát profilban megszokott és természetesnek vett dolgok, funkciók nem biztos, hogy elérhetők lesznek. Illetve, hogyha valamiféle műveletet szeretnénk kezdeményezni a rendszerbe, egy intentet szeretnénk kiküldeni, előtte érdemes ellenőrizni, hogy van olyan alkalmazás, ami azt lekezeli, szintén privát profilokban ezek többnyire rendelkezésre állnak, de egy vállalati profilban, vállalati profilt nem biztos, hogy arra találta ki, hogy képeket osszunk meg a különböző közösségi felületeken. Ami még fejlesztői szempontból kihívást jelenthet, az a tesztelés. Hogyha van egy munkahelyi profil, akkor ott különböző szigorúbbnál szigorúbb beállítási lehetőségek lehetnek. Ezt mielőtt release-eljük az alkalmazást, ezt természetesen le kell ellenőrizni, ezt a környezetet szimulálni kell. Szerencsére ehhez is nagyon jó eszközök állnak rendelkezésre, amik egyben parancsorból is vezérelhetők, illetve ez a Device Policy Client, ez nyílt forrás kódúvá lett téve a Google által, ezt is tudjuk használni erre a szimulációra. Illetve, amiről még értekezni szeretnék, az a távoli konfiguráció management, ez szintén fejlesztői szempontból jelenthet kihívásokat. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a felhasználó egy beállítások menüpontba elnavigál, és akkor ott megváltoztat egy beállítást, aminek a változásáról ezúton értesülünk, hanem lehet, hogy itt egy távoli felületen történik egy értékváltoztatás. Ennek a kezelésére is kiforrott megoldás áll rendelkezésre a rendszerben, föl tudunk iratkozni ezekre a változásokra, erről tudunk értesítést kapni a háttérben, és ezt le tudjuk kezelni a rendszerben.
Jó, összeszedtem egy ilyen biztonsági ellenőrző listát, ezt egy nagyon basic listának mondanám, természetesen vállalati környezetben ennél sokkal mélyebb és darabszámában is számosabb listával szoktunk találkozni, amire fejlesztőként oda kell figyelnünk, hozzáférési engedélyeket ellenőrizzük, minden backend kommunikáció biztonságosan kell, hogy végbe menjen, a backend oldalon a felhasználói adatokat titkosítva kell, hogy azok tárolódjanak. Ez mondjuk kliens oldalról lehet, hogy out of scope, de attól még ez mindig elvárás. A felhasználói adatokhoz való hozzáférés szabályozva kell, hogy legyen, erre többnyire egy policy-t ki kell dolgozni a projektek elején, illetve a már említett megosztási műveletet is szabályozni kell. Gyakran előkerül még ezek a single use device-ok, célzott felhasználási eszközök. Ügyfél részéről arra van igény, hogy csak egy alkalmazás fusson a rendszerbe, és hogyha az már azon fut, akkor abból kilépni se lehessen. Ez a korábbi időkben azért komoly fejfájást okozott, mert erős limitációk voltak, hogy itt mit lehet megtenni. Azonban szerencsére most már erre is van beépített támogatás. Beállíthatjuk, hogy az alkalmazások idejében előre települjenek, ne lehessen átváltani az alkalmazások között, illetve az adminisztrátorok is tudják azt felügyelni, hogy az egyes frissítések mikor érkezzenek ezekre a rendszerekre. Ez azért fontos, mert, mint már korábban is említésre került, ellenőrizni kell a kompatibilitást, nehogy egy frissítés tönkrevágja azt az alkalmazást, ami a készülékre telepítve lett. Röviden még a trendekről. Mit mondhatunk magyarországi fejlesztőként? Én azt látom, hogy igazándiból tudásban minden elérhető nálunk, és nincs is szégyenkezni valunk. Tehát azok a megoldások, amikkel külföldön dolgoznak, azok nálunk is ugyanígy előkerülnek, használjuk őket, és ugye a magyar fejlesztői közösség rendkívül sok minden hozzá is járul ahhoz, hogy ez egy érett fejlesztői közösség legyen. Emellett a legnépszerűbb eszközök nálunk is beszerezhetők, tehát a tesztelés az is jól megoldott, a fizikai eszközök terén tulajdonképpen a legnépszerűbb eszközökön lehetőség van validációra, ami pedig esetleg nem elérhető, vannak olyan cloud szolgáltatások, ahol ezek virtuálisan elérhetők. Amit ilyen kis kihívásként élünk meg, azok az innovatív eszközök, amik elsősorban Amerikában érhetők el. Ezekhez előfordul, hogy nálunk egy kicsit nehezebb hozzájutni, természetesen ki lehet menni értük, de nem biztos, hogy mindig olyan egyszerű, hogy csak bemegyünk egy boltba és beszerezzük őket. Például mondjuk a Google Tango projektnél futottunk be ilyen szituációkba, de mondjuk a legfrissebb ugye Google Home-ot, hogyha említeném, az is egyelőre csak Amerikában érhető el. Jó, szeretném megköszönni a figyelmet, és köszönöm szépen.